Zöld bableves, csirke, comb és csoki kocka, ezt a vacsorát kapják a Cöftől azok a lengyelek, akik március 15-ére érkeznek Budapestre. Sajtóhírek szerint egyébként igen olcsó az utazásuk, mert mindössze 25 ezer forintot kell fizetniük a kétnapos programért. Az biztos, hogy a CÖF nem kért állami támogatást az utaztatáshoz. Piaci szakértők szerint egyébként nem irreális a 25 ezer forintos csomagár. Gyakorlatilag csak lengyel zászlók látszottak a Nemzeti Múzeum előtt tavaly március 15-én, fél órával az ünnepség kezdete előtt. Évek óta járnak ide a lengyel szimpatizánsok, és nem lesz ez másként idén sem. Csak hogy kiderült, kedvezményes áron jönnek a lengyelek, átszámolva 25 ezer forintért. Ebben benne van az út busszal oda-vissza, egy éjszaka egy háromcsillagos szállodában, este pedig vacsora a budai várban található Fortuna étteremben. Másnap reggeli, ebéd és egy parlamenti látogatás is. Elsőre jutányosnak tűnik az utazására, ezért megkérdeztük Rétvári Bencét, az EMMI államtitkárát, hogy bármilyen támogatást kapnak-e a lengyelek a magyar államtól. Én nem tudok arról, hogy a minisztériumunkhoz fordultak volna ilyen március 15-i támogatásért. Azt nem tudom, hogy a szervezők pontosan ezt hogyan, miként teszik meg. A CÖF alapítója nem tudta megmondani, hogy mennyien érkeznek, mert még tart a toborzás. A tapasztalatok szerint nagyjából 300-an szoktak Budapestre utazni, mondta Csizmadia László. Mi egy filért sem adunk ehhez. Amikor megjelenik egy olyan viszont, hogy a Fortunába mennek, ugye a Fortuna az emberek fejében az egy olyan hú, de nagyon nagy dolog, azt elmondanám, hogy mi meghívtuk egy estebédre a lengyeleket, a menü a következő, zöldbableves, csirkecomb, rizssel, és a jól tudom valami kis csokoládékocka a menzán. Csizmadia László azt mondta, a vacsoráért 1500 forint plusz áfát fizetnek majd fejenként. Saját kutatásunk szerint egyébként az utazást akár 6000 forintból is meg lehet oldani, de 12000 forintért már biztosan. Egy háromcsillagos szállodában szintén lehet 6000-ért szobát találni, de az átlag inkább 10 és 16000 között mozog. Igaz, ez két főre reggelivel. Már csak ebédre és programokra kell költeni, amire mi fejenként 4 és 6000 forint közötti összeget számoltunk. A költségeket lehet például azzal is csökkenteni, ha mondjuk a barátság jeleként a lengyelek ingyen mehetnek a parlamentbe, nem pedig a 2200 forintos jeggyel. Megkérdeztük Németh Szilárdot, hogy van-e ilyen segítői szándék. Van lejjebb még a kérdések tekintetében, mert ha van lejjebb, szóljanak, ne vicceljünk már. Tehát most egy parlamenti látogatása, meg egy reggelivel próbál engem itt. Tehát nem is értem a kérdést. Tehát maradjunk ennyibe, jó? Az utazás szervezésben dolgozó szakemberek szerint egyébként valóban ki lehet hozni egy ilyen utazást ebből az összegből, persze 1-2 ezer forintos eltérés lehetséges.